Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják. Mai adásunkban ízelítőt kaphatnak a bukovinai találkozások programjaiból. Tartsanak velünk! Nemzetközi folklór találkozó. 27 bukovinai közösség tagjai vonultak fel Bonyhád utcáin. Jó kapcsolatot ápolnak a mádéfalviak az anyaországgal. Bonyhádon szerepelt a fúvós zenekar. Dévai ismerősök érkeztek Tevelre. A kitekintő a bukovinai találkozások fontos eseménye. Vallási és kulturális program. Székelykevei delegáció érkezett a Kéki kitekintőre. A Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek idén csoportok a bukovinai találkozások szombati felvonulására. A programon ezúttal 27 közösség tagjai vettek részt. Több százan gyűltek össze Bonyhádon augusztus 2. szombatjának délutánján, hogy a 33. bukovinai találkozások Nemzetközi Folklór Fesztivál felvonulásán vegyenek részt. Ilyenkor az a szokás, hogy helyi, hazai, külhoni és külföldi hagyományőrzők viseletben énekelve és táncolva vonulnak el egészen a helyi művelődési házig. Azon szerencsések egyike vagyok, akik 33 évvel ezelőtt is már részese lehetett ezeknek a fesztiválok egyikének, másikának, külföldön is és Magyarországon is, és azt hiszem, hogy ez az évben egy biztos pont minden székely és nem székely számára itt Bonyhádon és Bonyhád környékén, hiszen szerintem a bukovinai találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál egyedülálló abban az értelemben, hogy itt lengyelek, ukránok, románok és külhoni magyar székely csoportok együtt szerepelhetnek a Bonyhád és környéki Bács-Kiskun megyei, hertelendi falvi, székelykevei, tehát az dunai, illetve a dél-erdélyi székely együttesekkel, hogy egy színpadon több napon keresztül együtt tudnak lenni. Ez egy biztos pont, egy megerősítés, hogy évről évre figyelemmel tudjuk kísérni egymás szakmai munkáját, magánéletét, hiszen itt baráti kapcsolatokról, családi, rokoni kapcsolatokról van szó, amelyek összefűzik ezt a közösséget, és azt hiszem, hogy ez már az életünknek a része. Évről évre azt veszem észre, hogy más-más megvilágításba kerülnek a produkciók, függ ez a politikai helyzettől és mindazoktól, amit átéltünk az elmúlt időszakban, tehát mindig van mit tanulni és mindig van mit kiértékelni az előző évből. Idén a tömeget az erdélyi mádéfalváról érkezett ifjúsági fúvószenekar tagjai vezették fel. A vonulók között még olyan kis számú székely közösséggel rendelkező településekről érkezők is részt vettek, mint a szerbiai Hertelendi falva. Hertelendi falváról érkeztünk, tehát Szerbiából, egy tancsoportval, 10 fős tancsoportunk, igazából ezek a gyerekek kiskoruktól táncolnak, és valamelyikük először van itt, valaki maniart erre. Most ez egy új tancsoport alakult, a többiek is gondolom részt vesznek a kultúréletbe. Hát mondjuk rá, hogy hát nem tudom, hogy lehet, hogy a százat mondok, akkor nem mondok se sokat, se kicsit. Igazából nem mind örökké aktívak, de amikor valami rendezvény van, akkor mindenki oda tartsa a hátad. A hertelendi csoport tagjai nem most először érkeztek Bonyhádra. Ők korábban is rendszeres résztvevői voltak a Nemzetközi Folklór Fesztivál völcségi állomásainak. Nagyon jól érezzük magunkat, igazából mi már régóta járunk, hát biztos, hogy egy 15 éve. Na most egy 5 éve kimaradtunk, úgyhogy akkor most megint jó itt együtt lenni. Felakadt a kocsi szegre, hogy a szurokra bassza meg, s a babája csókolja meg. Hogy a szurokra bassza meg, s a babája csókolja meg. Tarka-barka rokolyámnak elszakadt a ránca, lengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba.
Bonyhádon hagyomány, hogy a felvonulók útközben tánccal szórakoztatják az őket csodáló közönséget. Idén sem volt ez másként. A felvonulók között Tolna és Baranya mellett a bácskai székelység is képviseltette magát. Garáról érkezett például az egyik legfiatalabb táncosokból álló csoport. Mi Garáról érkeztünk, a Garai Ifjúsági Táncsoport vagyunk, a Garai Székelykör Egyesület által. Azt már a 33. bukóin találkozásokat rendezhetjük meg itt. Több éve résztvevők vagyunk. Azt a bukóin. Hát 11 párral érkeztünk ma. Úgyhogy elég szép létszámban. Kicsik, nagyok is itt vagyunk. Jövő héten rendezzük meg az elmúlt évek hagyománya szíven a népművészeti tábort. Úgyhogy hétfőtől péntekig várunk mindenkit szeretettel. Nálunk kicsik, nagyok. A bonyhádi bukovinai találkozásokat több mint 30 évvel ezelőtt rendezték meg először, azóta pedig a Kárpát-medence egyik legjelentősebb hagyományőrző rendezvénysorozatává nőtte ki magát. A fellépő csoportok határon innen és túlról is szép számmal érkeztek idén a Völgység fővárosába. Az idén 27 csoport vesz részt, ugye külhoni csoportok is jöttek, a külföldi csoportok is, az Aldunáról jött 3 csoport, illetve a Erdélyi részről jött 4 csoport, és hát ugye a lengyelek meg a román csoport jött 2-2 csoporttal, az ukránok ugyan sajnos nem jöttek, úgyhogy végül is hála jó Istennek sokan vagyunk. A felvonulásra a fesztivál második napján került sor. Addigra már a megnyitott követő gála műsoron túl voltak a szervezők és a résztvevők. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Kicsit féltem, hogy kevesen leszünk, de aztán megtelt a színházterem, és talán egy kicsit kötetlenebb volt. Amikor az ember úgy igyekszik mindent megtenni, aztán mégse úgy sikerül, de most kicsit lazábbra vettük a dolgot, aztán én szerintem, hát jó, hát az ember mindig legalább saját magával legyen elfogult, de én úgy gondolom, hogy jó hangulata volt, jó sikerült a programok is, és jól érezték magukat a csoportok is. A bukovinai találkozások 2022-es felvonulása tehát igazán sikeresnek mondható. A szervezők ennek kapcsán úgy fogalmaztak, ahogy mondani szokás, egy év múlva ugyanitt, ugyanekkor. Az erdélyi Madéfalván és a Tolna megyében élők között évek óta jó, különösen jó a kapcsolat. A határon túli magyarok lakta településről most is érkezett delegáció a bukovinai találkozások bonyhádi állomására. Csak a felvonuláskor jutott fontos szerep az erdélyi Madéfalváról érkező ifjúsági fúvószenekarnak. A kaszinó kertben megtartott kulturális programsorozatot is ők nyitották meg. Erre a rendezvényre egy 34 tagú küldöttséggel jöttünk, a Madéfalvi Ifjúsági Fúvózenekar,
a vezetőjük Berze Albert tanár úr, illetve a rokoja népi dalkör csoporttal jöttünk, és 3 fellépés lesz. Madé falván kifejezetten könnyű helyzetben vannak azok a szülők, akik szeretnék, hogy a gyermekeik tovább örökítsék a magyar kultúrát és hagyományokat. A helyi önkormányzat ugyanis ehhez minden támogatást megad nekik. Madé falvának korábban volt egy fúvószenekar, ami idősekből állt, és az egy ide után gyakorlatilag megszűnt. És akkor eldöntött a helyi önkormányzat, a helyi vezetés, hogy gyerekekkel, fiatalokkal kell kezdeni el az újjáépítést, és most már mondhatni, ez 6.-7. éve, hogy működik a fiatalok, és jönnek be a újak, ahogy a nagyok felnőnek, esetleg elmennek egyetemre, helyettük jönnek be mindig az utánpótlás, de ugyanilyen kulturális csoportjaink vannak, a Merekje Néptánc csoport, de a labdarúgás és sportmozgalom is a faluban van. Tehát mi azt tartjuk, hogy az a 350 gyerek, aki 1-8-as a településen, abból legalább 200-250 valami plusz mellékfoglalkozásba civiként is kell tevékenykedjen, óriási a cserkészmozgalom nálunk, és hogyha nekik ebben úgymond van sikerélményük, örömük, eljöhetnek egy ilyen bukovinai fesztiválra, Magyarországra, felléphetnek, és olyan élmények, olyan impulzusokat kapnak, ami által rájönnek, hogy megéri naponta, hetente kézbe venni ezt a hangszert, próbálni, vagy felvenni ezt a népviseletet, és gyakorolni, táncolni. Az erdélyi küldöttség tagjai, csak úgy, mint több hagyományőrző csoport, már visszatérő vendégeknek számítanak Bonyhádon. Azt mondhatom, hogy 2 év kihagyás után nagyon jó újra itt találkozni, sok-sok ismerős arccal, nagyon sok régi emberrel, de évről évre látom, hogy fiatalok is egyre többen be vannak vonódva. Mi már a tegnap reggel megérkeztünk, és részt vettünk a megnyitó ünnepségen, csodálatos volt a kultúrotthonban, és látom, hogy itt a folklórfesztiválra ráépült ugye a Magyarság Háza részéről, Tamási Áron emlékév, a Nemzetpolitikai Antitkárság részéről, és nagyon hasznos ez a találkozó. Már tervezgetjük az őszi programokat, a jövévi programokat, és mai nappal itt még nem zárul le a jelenlétünk, ugyanis holnap kis dorogon fogunk részt venni a búcsú szentmisén, és ott is a gyerekeknek, illetve a dalkörnek fellépése lesz kis dorogon. Madé falvát 1000 és 1000 szál köti az anyaországhoz, és azon belül Tolna megyéhez. Ennek már sok éves hagyománya van. Mi úgy tartjuk Madé falviakként is, hogy a bukovinai székelyeknek a születésnapja az 1764-ben volt a madéfalvi veszedelemkor, és azóta szoros kapcsolat van, főleg ezt az utóbbi években, 2000-es években felelevenítettük, és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, valamint a környező települések és Madé falva közösen évente több programon veszünk részt, itt is és ott is. Ugyanakkor örvendünk, hogy a testvéri településeken túl ugye Madé falvának Bonyhád is testvéri települése, de Somberek is itt vannak, mind a két testvéri település. Tolna megye és Hargita megye is, most már a 3. éve egy testvér megye vagyunk, én a Hargita megye önkormányzatát is képviselem itt a mai nap, és jó együttműködés van a két megye között. A teveli bukovinai székely kitekintőre ezúttal Déváról érkeztek vendégek. A közös múltra visszatekintve már mindkét település többször is vendégül látta a másik delegációt az évek során. Az idei évben a szakmai hagyományőrző programokon kívül egy humoros, énekes előadásnak lehettek fültanúi a teveliek. A teveli székely kör több évtizedes hagyományokat ápol a dévaiakkal, akik idén is ellátogattak a településre, ezúttal a bukovinai székely kitekintő alkalmával. A bukovinai rendezvény kapcsán kerültek hozzánk a dévaiak. Azt tudnék, hogy mi a dévaiakkal már évtizedes kapcsolatban állunk, nagyon régi ismeretséget kötöttünk, rég kötöttünk ismeretséget, nagyon jó a viszonyunk ott az ottan egyesülettel, mi is többször megfordultunk önállók, és ők is már nálunk. Amikor lehetőség van, akkor mindig hívjuk, hogy találkozzunk, hogy tovább tudjuk erősíteni ezt a kapcsolatot. Ebből az apropóból kértük mi a Bukovinai Székely Szövetséget, hogy a dévaiakat kapjuk meg a kitekintés programon belül itt vasárnap délután. Egy rövid kis műsorral leptek meg bennünket, ugye annyit azt elmondanék, hogy mai része a műsoroknak egy humorosabb rész volt, a szakmai rész, tehát a Bukovinai Népdalok bemutatója, azok péntek, illetve szombaton voltak. Ma egy kicsit
humorosabb együttlét, egy kötetlenebb vacsora, kötetlenebb mulatás a része, illetve egy-két új arccal is találkoztunk most itt a dévaiaknál, azokat is szeretnénk megismerni jobban, illetve hát kialakítjuk a későbbi programokat, ami mind déván, mind újból tevelen, de most valószínű, hogy majd mi megyünk legközelebb dévára. A hagyományőrzés a teveliek és a dévaiak számára is nagyon fontos értéket képvisel. A mi egyesületünk 33 éve alakult, és fő tevékenységünk a népdalok ápolása, tanulása, illetve továbbadása, de ez mellett egyébként nagyon őrizzük a népszokásainkat, tehát itt a húshagyó, keresztelő, karácsony, betlehemezés, ez mellett komolyan viseljük, vagy keressük, kutatjuk a népviseletünket. Ezt új formában próbáljuk feleveríteni, hogy 57 babánk van, és ezeknek különböző székely népviselet ruhákat készítünk, tehát fölújítunk, és ezeket itt a kiállító termünkben bemutatjuk, bárkinek lehetővé tesszük, hogy megnézze. Ez az egyik része. A másik része, mindig kutatjuk az őseink múltját, a kitelepítést, a Magyarországra való letelepítésnek a történetét. Ebből kifolyólag eredeti okiratokat kutatunk föl, főleg hadikból érkezőket, ugye, mert a teveliek nagy részt hadikból származnak, a mi őseink. Lehet, hogy az, de egyébként minden bukovinai dokumentumot szívesen látunk itt a kiállítónkban. Ezeket learchiváljuk, természetesen eredetéket visszaadjuk, mert ezeket nagyon fél akinek mi megvan, de nekünk is most már elég sok dokumentum van, ami azt jelenti, hogy bárki, hogyha idejön, és ha netán még kutatja, és ha szerencséje van, akkor kikövetkeztetheti, hogy esetleg a nagypapa, nagymama hogyan került ide, melyik részén lépte át a határt Magyarországra, illetve ugye hogyan lettünk mi újból magyarok, mert azt tudni kell, hogy énket honosítottak ugye a 40-es években, tehát amikor Bukovinából kitelepítettek és Bácskába kerültünk, újból, akkor váltunk újból magyarrá. A felgyorsult és modern világban egyre nehezebb megőrizni a régmúlt emlékeit. A falvak ugye elöregedtek, ha mondhatom így, az a középső generáció a megélhet és a jobb élet reményében ugye eltávoztak a falvakból, és nincsenek itt. Így nagyon kevés az a korosztályban lévő ember, akinek átadható lenne, és ebből természetesen nem is mindenkit érdekel. Úgyhogy egy elég nagy kihívás, de ennek érdekében azért mindent megteszünk, tehát ilyenekkel próbálkozunk, hogy már próbálunk iskolás gyerekeket ide csábítani, meghívjuk a próbákra, ha egy mód van, akkor ha olyan fellépés van, ahol megoldható a korosztályilag, hogy el tudjuk őket vinni, elvisszük magunkkal, és próbáljunk nekik ilyen élménydús, vagy élményeket szerezni, hogy hát ez megvan, és a későbbiek folyamán visszatér. Hát ezt az egy utat látjuk, de egyébként katasztrofálisan, és egy picit úgy félünk is tőle, hogy hogyan tovább, mert sajnos mindig fogyunk. A dévaiak és a teveliek közötti barátság mélyen gyökerezik. Déváról, Hunyad megyéből jövünk, a Szivárvány nyugdíjas klub vezetője vagyok, és egyben a Segesvári Miklós Pál Egylet hagyományőrző csoportját képviseljük, és ennek köszönhetően a Bukovinai Székely Szövetség tagjai lehetünk. És ennek köszönhetően immár a jó tizedik, nem tudom pontosan hányadik, előadáson vehetünk részt. És akkor innen indulnak kapcsolataink a közeli lakósokkal. Beleszámítom Kismányok, Nagymánok, Dombovár, Hidas, Kakasd és Tevel. A teveléket nagyon magunkhoz közel érezzük, ezt ők mindig hangoztatják. És ha eleinte kényeztettek is szavaikkal, nagyon értek velük, mert úgy érzem, nem mint szomszédok tartunk egymáshoz, mint testvérek. Valami közösségi érzés köt össze bennünket. És ami a mi hagyományőrző csoportunkat illeti, az úgy indult meg, hogy a dévai telepesek 1890 előtt, majd aztán egy évvel későbben telepedtek le az 5 bukovinai faluból. Mind abból a faluból, amit a Szucsáva part mentén hoztak létre. Az egyesületből sokan vannak olyanok, akik már nem először teszik tiszteletüket a teveli vendéglátóknál. Az volt az elhatározásunk, hogy mindezeket az emlékeket egymás közt felhozzuk. Mert vannak olyan dolgok, amit te nem tudsz, amire én nem emlékszem. Na akkor volt még olyan eset is, amikor fonót. Tehát elhoztuk a guzsajt, a gyapjút, az orsót, és dolgozgattunk vele. Akkor összeszedtük a régi kézi munkákat, ami arra az időre volt megfelelő, és az időkben volt értékes, és ezekről beszélgettünk.
Mai napig is ezt csináljuk, mondhatnám, csinálnánk, de fogyunk ki, és nem tudom az ifjakat betoporozni. És az idősek lemondanak azért, mert korhatárukat meghaladták, szeretnének jönni, de vagy azt mondják, hogy nekünk nehéz már megjelenni, de viszont mindannyian kívánják a közösség érdekét. A teveli kitekintő jó hangulatban zajlott, melyen az új tagok is megismerkedhettek a székely közösséggel. Két települése régóta szoros kapcsolatot ápol Székelykevével. Ennek megfelelően idén a bukovinai székelyek kitekintőjén a magyarajkú település vendégeit fogadták Katolna megyeiek. A szentmise után a látogatók megmutatták citera tudásukat is. Más köttehez a lová, ne kösthez a lovadó. Elvágom a kantár szárló. A székelykevei citera zenekar és az asszonykórus is fellépett Kétyen, a bukovinai székelyek kitekintőjén. Székelykevéről érkeztünk. Számomra a hagyományozás azt jelenti, hogy próbáljuk ápolni az anyanyelvünket, hogy ne szerbesedjünk el, mert ugye mi határon túlról jöttünk, és szeretnénk megtartani azt, hogy magyarok vagyunk. Szeretnénk fenntartani a településünknek a magyar nyelvezetét, a magyar hagyományokat, ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy megmutassuk, hogy ott is vannak még magyarok, és hogy ott is őrizzük a hagyományokat. Számomra a zenélés, a faluban még van, aki énekléssel foglalkozik, sokan kivarással is foglalkoznak, idősebb nénik például, színjátszók is szoktak lenni, mesemondás, vannak nagyon jó mesemondóink, és ezzel szoktuk bemutatni a hagyományunkat. Kevés gyerek van, kevés a magyar, és nehéz motiválni a fiatalabbakat arra, hogy fogjanak népzenélésbe, mert nem látják azt, hogy ez mennyire fontos, és nem látják az eredményt, amit elérünk, és ezért nehéz rávenni másokat arra, hogy citerázásba fogjanak, vagy népdaléneklésbe. Ezelőtt Tevelen léptünk fel, én akkor nem voltam ott, a többi csoportásom viszont ott volt. Szoktak lenni fellépéseink, legfőképpen Magyarországon szoktunk amúgy fellépni, meg kivásokra, meg versenyekre jártunk, meg balatoni népzenetáborban is ott voltunk, a Vas Lajos táborban. És nagyjából ennyi most, otthon lesz még egy-két fellépésünk a nyáron, mert otthon is be kell mutatnunk, amit tanultunk. A mi falunkról azt kell tudni, hogy a legdélebbi magyar település ott helyezkedik el az Aldunánál. Hát olyan 250 kilométert kellett utaznunk ahhoz, hogy ide érjünk, és itt fel tudjunk lépni. Jól érzem magam, megtisztelő, hogy ilyen kedvesen fogadtak, és hogy ennyire szépen meg van rendezve ez az egész. Ez is megmutassa, hogy mennyire szép itt az összetartozás, és hogy akárhonnan jövünk, mindenkit ugyanúgy befogadnak. A citera csoport is fontos szerepet játszik a hagyományőrzésben. Elsősorban az alapot mindenki az iskolába kapja meg, de utána a Művelődési Egyesületbe is sokat fektetünk arra, hogy a hagyományokat ápoljuk, és mindig bevonunk új fiatalokat, hogy azoknak is átadjuk, és tanítsuk arra őket, hogy a hagyományaikat ápolják, és ne adják feledni. Nagyon szeretném megköszönni a bukovinai szövetségnek, hogy ma sokadik alkalommal meghívott bennünket, a kéti házigazdáknak, hogy ma fogadnak bennünket. Jó házigazdához méltóan a kéti vendéglátók gondoskodtak mindenről. A római katolikus templomban egy szentmise nyitotta meg a programsorozatot. Én egy nagyon vallásos ember vagyok,
és azt vallom, hogy legyen a lelkünk rendben, és akkor utána tegyük a gyomrunkat is rendbe, és akkor nagyjából az egész lényünk úgy rendben van. És mivel ez egy ünnep, ezért minden ünnepet én legalábbis, én azt gondolom, hogy ezt egy szentmisével illik kezdeni. És eddig még minden csoport, akit ide hívtunk vendégségbe, és a falusi hívők is jónak tartják ezt a dolgot, és hát ez is azóta így van, amióta itt nálunk Bukovina találkozás van a faluban. Én mondtam babám, ne játszál a szívemben, mert a tenyém nem talál az enyémben, mert a tenyém szőkét szeret, nem barná. Eljárva a szívem nem találja nyugalmát. Ej, amit adtam, azt a gyűrűt ad vissza. A bukovinai találkozások kétyi kitekintője sikert aratott a székelykevei vendégek körében. Nagyon szép volt az atya beszéde, és nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtak minket, mint vendégek, és jól éreztük magunkat. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!